Május 2-án jó estét kívánok! Önök a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látják, amelyben összefoglaljuk az önök számára az elmúlt hét eseményeit. Az elmúlt hét elején írták alá újabb 5 évre az együttműködési megállapodást az önkormányzat és a Juniorka óvoda. Fotólessel bővült a földnapja alkalmával a fényes fürdőn a természet megfigyelésére alkalmas létesítmények sora. A földnapjához kapcsolódott a kertvárosi óvoda is egész hetes programjával. Több mint 50 diák jutott a Vaszav iskola által szervezett környezetismereti verseny döntőjébe a kistérségi iskolákból, amelyet szintén a földnapja alkalmából szerveztek. Borászati fórum volt az elmúlt héten, az Agrárkamara Tatán a Neszmélyi Borvidék szőlészei borászai számára szervezte a rendezvényt. Kiválóan szerepeltek a tatai rendőrök a megyei szakmai közlekedésrendészeti versenyen. Mindezekről az elmúlt hét elején számoltunk be önöknek. 20 évvel ezelőtt 3 csoporttal és sajátos mottóval indult a Juniorka alapítványi óvoda működése. Saját programunk van. Az a neve ennek a programnak, hogy indulj el, lépj tovább, segíts másnak is elindulni. Hogy miért választottuk ezt a címet? Ez 97-ben, amikor a programunk kialakult, akkor úgy döntöttünk, mi akkor indultunk, mint alapítványi óvoda. Tehát el kellett indulnunk valahogy. Jöttek a gyerekek, nekik is el kell indulni. És tulajdonképpen azt szimbolizálja, hogy lépj tovább, tovább lépnek majd az iskolába, nekünk meg az a kötelességünk, hogy segítsünk nekik abban, hogy el tudjanak indulni. 10 év óta támogatja együttműködési megállapodás keretében az óvodát az önkormányzat. Ezt a támogatást hosszabbították meg ma újabb 5 esztendővel. A jogszabály adta lehetőségek figyelembevételével a maximális időre 5 esztendőre kötünk megállapodást a Juniorka alapítvánnyal az óvoda működtetésére. Itt zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy a bölcsöde működtetésére egy határozatlan idejű szerződése van a városnak a szintén a Juniorka alapítvánnyal. Mind a két intézményt jó szívvel támogatja a város továbbra is, hiszen a bölcsödének 7 millió forintot per év, az óvodának 15 millió forint per év támogatási összeget ítél meg a képviselőtestület a költségvetésében minden esztendőben. A 100 férőhelyes Juniorka óvodát működtető alapítvány pedig kiegyensúlyozottan működik. A mi óvodánk bölcsödénk ingyenes. Tehát ugyanúgy, mint a város összes ilyen intézménye ingyenes, hát kivéve ugye a létkezést az ugye fizetni kell, de egyébet nem kell fizetni. Na most ebből, hogy mondjam, fönntartani normatívában évenként változott, hogy változik, ebből nem lenne könnyű. Na most ezért jött létre az a megállapodás, főleg az utóbbi tíz évet mondanám, és most ugye újabb 5 évre, ez egyfajta biztos anyagi alapot jelent a Juniorka alapítványnak, és hadd mondjam el az együttműködés egyik legszebb példáját, a Bartók óvoda, ami készült a Bartók óvoda, 1 évig itt laktak nálunk, és nagyon érzték magukat. Békakuruttyolás, madárcsicsergés. Tökéletesen lehet rögzíteni a természet hangjait, tökéletesen lehet fotózni a vízivilág madarait, emlőseit az új, pénteken átadott tatai fotólesből. A tatai fényes források őslábosán kialakított tanösvény a földnapi alkalmából egy ritkaságnak számító fotólessel gyarapodott. Az építmény cölöpökön áll, egy arasznyira a vízfelülettől, és úgy alakították ki, hogy két fotós számára is kényelmes legyen, ugyanakkor az őslápos élővilágának megszokott ritmusát ne zavarja az ott folyó munka. Már természetfotósok tesztelték pénteken a földnapján az új építményt, és délután sikerült is egy napi feladatait végző nutriát, valamint egy vízityúkot fotózniuk. Megnéztük ezt a lest, teszteltük, hogy milyen. Igen, kiváló, úgy néz ki, hogy nagyon kellemes és nagyon jó lesz ez a les, nagyon jó a elhelyezése, nagyon jó ez a közeg, ahol ez a les található, ez a mocsaras vidék,
és nagyon jó a perspektíva, hogy alulról lehet fotózni fekve, tehát a víz szintjén lehet fotózni az állatokat. Hát most indult a les, ugye gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy kijöttünk, és már szép képet készítettünk rögtön itt egy nutriáról, illetve egy vízityúkról. Ahogy hallom, itt későbbiekben még azért lesz egy kis jobb mozgás. Nyilván az időszak most nem a legalkalmasabb a fotózásra, mert fészkelési időszak van, de azt lehet mondani, hogy elég kellemes mozgás volt, úgyhogy tudtunk fotózni. Egy fotós lesnél biztosítani kell azokat a lehetőségeket, hogy a fotós hosszú órákon keresztül lehetőleg megfelelő kényelemben úgy tudjon észrevétlen maradni, hogy ne zavarja az állatvilágot, hiszen akkor már fotózásról nem beszélhetünk. Tulajdonképpen egy cölöpökre épített olyan házikóról van szó, ahol ketten férnek el. Vigyázni kell arra, hogy ne vegye észre az állat azt, hogy fotózzák, tehát olyan ablakrendszert kell kialakítani, amiből kifelé könnyű fotózni, viszont az élővilág, a madarak meg egyéb állatok számára ez felfedezhetetlen. És hát biztosan az is fontos, hogy ez olyan helyen helyezkedjen el, hogy a fényviszonyok és maga az állatoknak a hétköznapi rutinjai azért valahogy a közelben legyenek, tehát minden körülményt meg kell teremteni a számukra. Én, aki egyébként nem vagyok természetfotós, de nagyon szeretek természetfotókat nézni, azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség, és azt mondják a szakemberek is, hogy maga a kiépítés, a minősége az egésznek megfelelő és egyedülálló. Azt reméljük, hogy ma a Föld napján átadott új létesítmény itt a Fényesen, fényes források egyik legszebb pontján, azt a lehetőséget is biztosítja és tartalmazza, hogy ne csak a kiváltságosok lehetősége legyen az, hogy jó helyről tudjanak fotózni, hanem ide nagy szeretettel várjuk majd az amatőr fotósokat is, azokat, akik szeretnének ezzel a nagyszerű lehetőséggel megismerkedni. Én szívből gratulálok a Városkapu ZRT-nek ehhez a nagyszerű ötlethez. Megint bővült a fényes tanúsfényünk egy nagyszerű új lehetőséggel, és azt reméljük, hogy részben az amatőrök, részben pedig a profik fotószenvedélye további segítséggel kiegészülve azt a lehetőséget hordozza, hogy a következő fotófesztiválokon és a nagy díjak elnyerésén azt fogják bemondani, hogy készült a fényes tanúsfény fotólesén, Tatán, a Fényesen, ez a fantasztikus kép. A kertvárosi óvoda földnapi rendezvény sorozatához kapcsolódott a mai program, amelynek keretében az intézmény új homokozó játékokkal gazdagodott. Az intézmény vezetés nemrég felkereste a körzet önkormányzati képviselőjét, Horváti Lórántot, akihez azzal a kéréssel fordultak, hogy segítsen az óvoda megkopott homokozó játék készletét felújítani. Korábban az óvoda vezetése megkeresett engem, hogy jó lenne egy helyszíni találkozás is itt az óvoda területén, és ennek kapcsán merült fel az a kérés, hogy nagyon örülnének homokozó játékoknak, és mai napon végül is ez teljesül. Örömmel tettünk eleget annak, és én is, mint képviselő, hogy a saját keretemből tudtam ezt a dolgot segíteni. Sok mindenre van ennek szükség az óvodának. Annak külön örülök, hogy egy korábbi gondolat során már az komolyan felmerült, hogy az óvodának bizonyos fokú átépítése, bővítése vagy újjáépítése szerepel a tervekben, hiszen ez az épületrendszer, ami itt van, ez a 60-as évek színvonalát őrzi magában. Már most komoly gondok vannak a fűtéssel, illetve korábban is voltak gondok. Ezt már fel kell felújítani, már érdemben, hát szükségszerű, de azt hiszem, hogy a színvonalára tekintettel és tatai igényességre tekintettel azt gondolom, hogy egy újban kell majd a városnak gondolkoznia, és Kertváros, én azt gondolom, ezt megérdemli. A mai napon 80 ezer forint értékű adomány érkezett az óvodába, minden csoportnak egy nagy-nagy kosár homokozó játékkal tudott kedveskedni, amit láthatóan élveznek és örömmel használnak a gyerekek. Az óvodában a Föld napjához kapcsolódóan számos programot szerveztek. Volt olyan, amelyen a szülők is részt vehettek. A kertvárosi óvoda az idei évben egy egész hetet szentelt a Föld hetének. Egy projekt héten vagyunk túl. Minden nap más programokat szerveztünk a gyerekeknek. Volt ebben csekestabi kirándulástól elkezdve vízmintagyűjtésig, szemétszedés, mindenféle, ami a környezettudatos magatartást megerősíti a gyerekekben.
és ennek a projektnek a záró rendezvénye az a pénteki földnapja volt, amikor is megkértük a szülőket és a gyerekeket, hogy egy-egy virágpalántával érkezzenek az óvodába. Kialakítottunk három kis virágágyást, és minden kisgyerek egy-egy palántát ültetett az óvoda udvarára. Ennek egy mellék része volt, hogy a szülőket vártuk az óvodába, és megtekintették a foglalkozásokat délelőtt, és majd a gyerekekkel együtt ültették el a palántákat az óvoda udvarán. Második alkalommal rendezte meg a Vaszari János Általános Iskola a földnapja alkalmából a kistérségi környezetismereti vetélkedőt alsó tagozatos kisdiákok számára. A vetélkedő elődöntőjét levelezős verseny formájában bonyolították, amikor is a feladatok megoldásához a tananyag mellett édesanya, édesapa és az internet tudásával is gyarapíthatták ismereteiket a gyerekek. A döntőben több mint 50 diák vett részt pénteken a Vaszariban. Igyekeztünk minél érdekesebb, tehát nem dolgozat ízű feladatokat összeállítani, nagyon sok rejtvényt, képrejtvényt, keresztrejtvényt, kutakodós feladatot, akár interneten, akár könyvekben. Hát elsősorban a tankönyvi anyagra, tehát a megfelelő évfolyamoknak a tantervi követelményére épültek a versenyfeladatok. Ezen kívül az évfolyamoknak megfelelő témakörben, tehát mind földrajz, mind biológia témakörében voltak a feladatok, illetve hozzákapcsoltuk még a környezetvédelmet és a néprajzi elemeket is. Minden évfolyamnak a három levelezős fordulóhoz kapcsolódóan adtunk egy kreatív feladatot is, ami az adott feladatlapnak a témaköréhez kapcsolódott. Most az idén az elsősöknek a közlekedés, másodikosoknak pedig a halmazállapotok, harmadik, negyedik évfolyamon pedig a világűr a bolygók kapcsolatán kellett valamilyen kreatív munkát beadniuk, beküldeniük. Mindezek a témakörök alkotások formájában is megjelentek a döntőn, és a rajzokból izgalmas sokszínű kiállítást rendeztek a szervezők. Több mint 300 kisdiák vett részt a versenyen, közülük fél száz jutott a döntőbe. Az egyik legaktívabb iskola a Tatai Jászmin iskola volt. Az alsó tagozatban van két környezetismeret óránk, aminek keretében mindig kitérünk a földre, a bolygónkról, ami tananyag is a negyedik osztályban. Gyermekeink minden osztályban nagyon lelkesek, nagyon kreatívak. Osztályonként 15 fővel indult a negyedik B osztály, negyedik A is 10 főn 15-16 kisgyermek mérette össze a tudását. Ezt nem szoktuk úgy kiválogatni, hanem aki szeretne jelentkezni, mindenkit szívesen várunk. És négy fordulón keresztül kellett az otthoni szülőkkel ezt a feladatsort megoldani, és a végén egy kreatív munkát beadni a szülőkkel együtt a gyerekeknek. Nagyon, nagyon tájékozottak. Tehát a mai gyermekek ugye az internet világában szinte napra készek. Tehát nem főleg a fiúk, akik nagyon-nagyon érdeklődnek a könyvek iránt, a internet után nézelődnek, és otthon is rengeteget olvasnak, és rajzolnak, és énekelünk a földről és a környezetünkről, ami alsótagozatban egy nagyon fontos, megalapozó életszakasz. Borászok, vállalkozók felkészültségét és tájékozottságát segítették azok az előadások, amiket a Tatai edzőtábor épületében szervezett fórumon hallhattak az érdeklődők. A találkozót Bencsik János országgyűlési képviselő kezdeményezte. Ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni minőségben és mennyiségben is, és az egész Neszmély borvidék látható legyen, az egész ország borkedvelő és a borturizmus is kedvelő, a szelíd turizmusban érdekelt tömegei előtt, ahhoz arra van szükség, hogy technológiai fejlesztésre is sor kerüljön. Ezt pedig a borászataink önerőből nem tudják megvalósítani. Az Európai Uniós források 2014-20 közötti időszakában az utolsó esélyprogramjaként éljük meg ezeket az éveket, és itt a mai napon szőlészek, borászok, polgármesterek, turisztikában érdekelt szakemberek tudnak találkozni a két államtitkárral, és beszélgetni arról, hogy a következő hetekben milyen pályázatok fognak megjelenni, amelyek ezeknek a terveknek a megvalósítását szolgálhatják.
az agrárkamarával együttműködve. A miniszterelnökség agrárvidékfejlesztési államtitkára Kis Miklós Zsolt a pályázati lehetőségek sorát vázolta fel. Elmondása szerint a magyarországi szőlőültetvényeknek az uniós csatlakozás óta körülbelül a harmada újult meg, de a lehetőségeket még mindig nem sikerült maximálisan kihasználni. Mi most elsősorban az európai támogatásoknak a lehetőségét kívánjuk majd bemutatni, hogy ezen hogyan tudnak ezek a támogatások esetleg változtatni. Az mindig sikeres, hogyha egy tavaszi 5 órás időpontban már a borászokat el tudjuk csábítani egy ilyen szakmai fórumra, tehát az már eleve sikeres, hogy a hátam mögött zsonga közönség. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig az, hogy azt látom, hogy még továbbiakban is él a hagyomány és él a gazdálkodás szeretete, és valóban kíváncsiak is, nem csak a gazdálkodók egyébként, hanem a települések vezetői is ellátogattak a mai nap ide erre a fórumra. Kíváncsiak arra, milyen fejlesztési lehetőségek lehetnek, hogyan lehet az a térségben akár a borászatot, akár a településeket úgy fejleszteni, hogy utána valóban néhány esztendő múlva azt mondhassuk el, hogy ezek a pénzek jó helyre kerültek, és hatékonyabban tudjuk segíteni akár a mezőgazdaságot, akár pedig a településeket. A cél, hogy a középkorban még Európa hírű borvidék visszanyerje a régi fényét, és lefaragja az esetleges technológiai elmaradottságból származó hátrányokat. A megyében szolgálatot ellátó egyenruhások korábban már számot adtak elméleti tudásukról, az országos döntőbe kerülés előtt a végső sorrendet a gyakorlati feladatok megoldásával szerzett pontok határozták meg. A kollégákat a versenybíró különböző szempontok szerint osztályozzák, illetve pontozzák. A maximum elért pontok, itt elsősorban az alakiság, az a megjelenés, meg az a szakmai tudás, amivel ők a forgalmat irányítják. Ez egy felmenő rendszerű verseny, ez azt jelenti, hogy 3 kategóriában versenyeznek ugye a kollégák, a karosforgalom irányítók, a gépkocsi vezetők, illetve van 2 motorkerékpárosunk is, akik között eldől, hogy ki megy az országos versenyre, mert minden kategória első helyezettje fogja képviselni megyénket az országos versenyen, és majd meglátjuk, hogy ott mit teljesítenek. Tatát több kategóriában is képviselték a versenyen. Az autósok türelmetlenek, figyelni kell mindenre, mögöttünk lévő forgalomra is, általában nem ismerik fel a jelzéseket, nem értelmezik igaz, ritkán is találkoznak vele az utcán. Én nem tartottam tőle, én már voltam, már többször irányítottam már forgalmat, plusz én még annak idején még Pesten kezdtem közlekedésen, ott 4 hónapig csak forgalomirányítás volt, úgyhogy nem volt idegen a feladat. Kell ugye egy A-kategóriás vezetői engedély, ami nem kezdő. Utána jelentkezni kell motoros rendőrnek, ha már az ember rendőr, és van egy előválogató Pesten. Egy 50-60 jelentkezőből választják ki az éppen aktuális 30 főt, aki leginkább alkalmas ennek a tanfolyamnak a végrehajtására. Ez egy 2 hetes tanfolyam, aminek a végén van szintén egy vizsga. Ez egy BMW 900 RT, boxermotoros, 2 hengeres, 70 lóerős. Ezt a gyárban rendőrmotornak gyártják, tehát gyárilag egyszemélyes, gyárilag van felszerelve mindenféle kiegészítővel, tehát nem a rendőrség pótban gyártja rá, vagy kéri rá, hanem ezt a kifejezetten rendőrmotornak gyártják mindenféle extrával. Korábban autópályán dolgoztam, ugye ott jóval gyorsabban és dinamikusabban utol lehet érni a járműveket mondjuk egy sebességellenőrzés folytán, vagy pedig egy bizonyos járművet kell kiszedni a tömegből, sokkal könnyebben az autók között el lehet menni. Városban pedig szintén a gyorsabb előrehaladása a megfelelője. Major Zoltán törzszászlós, a tatai rendőrkapitányság beosztottja, motorkerékpár vezetés technikában az első helyen jutott tovább az országos döntőbe. Az elmúlt héten szerdán tartotta a soros testületi ülését Tataváros képviselő testülete, melyet a Tatai Televízió élő egyenes adásban közvetített. A szerda esti híradóban pedig a szokásoknak megfelelően az ülésen hozott döntésekről készült összefoglalót láthatták. A képviselő testületi ülésen 24 napi rendi pontot tárgyaltak meg, és meglepő módon nagyon sokáig. Mai ülésünkön volt több olyan téma is valóban, ami kicsit hosszabb időt vett igénybe. De én azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, hiszen vannak olyan tárgyalandó témáink, amelyeknél egyrészt a tataiakat is talán mélyebben érinti, vagy jobban érinti, és hát a képviselőtársaim közül is nagyobb érdeklődést vált ki. Ilyen volt ma például a rendőrség témája, vagy a háziorvosi ügyeletnek a változása. Ez miatt kellett is egy szünetet elrendelnünk, mert ez szorosan összefügg a kistérségi társulásunkkal, mivel kistérségi társulás a fenntartója
az egészségügyi alapellátónak, ezen keresztül működik a központi ügyelet. Ennek a kérdését ezért több körben kellett azért ma megtárgyalnunk, hogy rögtön a képviselőtestet döntést is tudjon hozni, ezért nem lesz szükségünk egy rendkívüli ülésre. Rendelet alkotással, illetve rendeletek módosításával kezdődött a munka, elsőként a költségvetési rendelet módosítására került sor. Hát, ahogy szoktam fogalmazni, ez a évi rendes, negyedévenkénti rendes módosításnak az időpontja. Az első három hónap eredményeit és történéseit követi le a költségvetésünk. Néhány apróbb területen kellett módosításokat tennünk. A költségvetésünk állapotáról, ha szabad egy mondatba megfogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy jól teljesít, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon követjük a költségvetésben megfogalmazottakat. A menet közben, amit hoztunk döntéseket, azokat vezettük át a költségvetésünkön. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és a bérletek mértékéről, valamint az elidegenítésükről szóló szabályzat módosítása következett. Az országos jogszabályok változása miatt, de magunk is kezdeményeztük már, hogy ezt a rendeletünket kicsit alakítsuk át. Több olyan pontja van, amit úgy gondoltunk, hogy nem teljesen igazságos. Például azokat a rászoruló családokat egyáltalán nem tudta kezelni a mostani rendeletünk, a korábbi rendeletünk, amelyik családoknak mondjuk devizahiteles lakásuk volt, és bebukták ezt a devizahitelt, és vele együtt a lakásukat, a házukat. Ezeknek a családoknak nem adhattunk, nem tudtunk adni helyette valamilyen megoldást. Most egy olyan új lehetőségünk nyílik, hogy krízis jellegű havária helyzet esetén levő segítséget is most már jogszerűen a saját rendeletünk szerint is tudunk nyújtani ezeknek a családoknak. Az önkormányzat és a rendőrség közötti együttműködéshez kapcsolódóan három erőterjesztést tárgyaltak, ugyan két napi rendi pontként, de három alpontként. Tatai rendőrkapitányság minden esztendőben egy beszámolót készít, amiben az előző évnek a teljes rendőrségi mutatóit, ha szabad így fogalmaznom, egy anyagba összerakják, és nagyon elegáns grafikonokon, táblázatokon keresztül mutatják be az eredményességüket. Azt mondhatjuk el, hogy az idei esztendőre, tehát a tavalyi év eredménye alapján az látszik, hogy csökkent Tatán a bűnözés összességében is, és csökkentek, hála Istennek, a közúti balesetek is, a közúti jellegű problémák. Ennek a teljes anyagnak az áttekintését a képviselőtestület minden évben nagyon alaposan megteszi, és külön megtiszteltetés, hogy a megyei rendőrkapitányság vezetése, illetve a városi kistérségi rendőrkapitányság vezetése vesz részt a testületi ülésen. Mindenki pozitívan szólt a rendőrség eredményéről, és kértük azt, hogy ezt a jó eredményt tartsák fönn. Az önkormányzatunk értékelése 4,3-es, ha szabad ezt is így konkrétan meghatározni, az ötös skálán, tehát nagyon jónak értékeltük a rendőrség munkáját. Köszönet azoknak, akik a migrációs probléma miatt a határon kellett, hogy feladatot teljesítsenek, és külön köszönet azoknak is, akik pedig itt húzták az igát, ha szabad így fogalmazni. Az előterjesztésnek része volt az is, hogy bemutattuk a rendőrség vezetőinek is, de a képviselőtestületnek, illetve a televízió nézőknek is, hogy hogy működik az új kamerarendszer Tatán. Ennek a kamerarendszernek a próbaidőszaka van most, de június 1-től élesbe szeretnénk már működtetni, és már most a próbaidőszak alatt nagyon pozitív a visszajelzés, egy nagyon pontos, precíz képet tud adni a városba bejövő és kimenő autókról, tehát pontosan a rendőrség segítségére tudunk lenni bármilyen bűncselekményben, ahol mondjuk annak a gyanúja merül fel, hogy egy átutazó bűnöző volt az, aki a városunkat megkereste, ahogy erre sajnos sokszor van példa. Ugyanez igaz a Kossuth térre, hamarosan bekapcsoljuk az Angol Parkot is ebbe a rendszerbe, ott is már működik a rendszer, és néhány egyéb frekventált helyen, például Kodály téren szeretnénk elhelyezni még ilyen térfigyelő kamerarendszert.
Négy napi rendi pont foglalkozott a gazdasági társasághoz kapcsolódó előterjesztésekkel. Itt elsősorban a Városgazda Nonprofit Kft. 2015 évi egyszerűsített éves beszámoló és úgynevezett közhasznúsági jelentése volt a porondon, valamint ugyanennek a cégnek a 2016-os üzleti terve. A Városgazda Nonprofit Kft.-nk, ahogy a nevében is benne van, egyrészt nonprofit, tehát nem profit orientált, nem az a célunk ezzel a céggel, hogy nem tudom, mekkora hatalmas hasznot tudjon realizálni, hiszen ha van is többletbevétele, azt is a saját tevékenységére kell visszaforgatni, de logikusan az önkormányzatból él ez a cég a nagyon nagy arányban. Az önkormányzat a költségvetésében meghatározott összeget fordítja arra a célra, hogy a város üzemeltetését, a város idézőben karbantartását ez a cég elvégezze. Egyre jobban működő cégről van szó, több mint 10 éve ebben a formában megújítva működik ez a cégünk, és úgy látjuk, hogy egy nagyon hasznos tevékenységet végez, mindannyiunk számára egy nagyon előnyös és jó feladat az, amit és amilyen minőségben végrehajtja. Ennek a beszámolójára és az idei év üzleti tervének az elfogadására került ma sor, képviselőtestület egyhangúan támogatta. Turisztikai témákkal foglalkozott a képviselőtestület, a Városkapu ZRT 2016 évi turisztikai feladattervével, illetve a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2015 évi szakmai és pénzügyi beszámolójával. Nagyon hasznosnak bizonyult az a döntése a képviselőtestületnek, amivel most már talán 7 évvel ezelőtt létrehoztuk a turisztikai egyesületet. Ez az egyesület egy olyan plusz és új feladatot lát el a városban, amire addig nem volt példa, és mára pedig azt állapíthatjuk meg, hogy ebben a feladatban nem csak hogy elvégzem, folyamatosan fejlődik. Nem nagy képűség, és nehogy valaki félreértse, de a megyében Tatának van a legjobb turisztikai egyesülete és TDM szervezete. Ez a TDM, ez a turisztikai destinációs menedzsmentnek a rövidítése, ami azt jelenti, hogy maga az a munkaszervezet, az a néhány ember, aki effektív, ezért kapja a fizetését és aki végzi a munkát. A legerősebb és legjobb szervezetet tudtuk létrehozni a városban. Ennek biztos, hogy komoly oka az, hogy Tatán van a legnagyobb turisztikai forgalom, ha szabad így fogalmazni, a megyében, és az ehhez kapcsolódó magáncégek, intézmények és magánszemélyek, alapítványok is egy jó együttműködésre találtak. Itt a fő célunk az, hogy egy olyan közösség jöjjön létre, amelyik minden tagja érzi azt, hogy neki csak akkor megy jól, ha az egész közösségnek megy jól, tehát össze kell dolgozni. Ebben segít a város azzal, hogy évente 15 millió forinttal ezt az egyesületet támogatja. Az egyesület tartja fönt ezt a destinációs menedzsmentet, és az egyes cégek pedig a hasznát érzik, hiszen 2 nap fölé emelkedett a Tatán eltöltött szállás foglalásoknak az értéke. Ez egy óriási dolog. Az azt jelenti, hogy átlagosan a Tatára utazó turisták ma már több mint 2 napot töltenek Tatán. Korábban ez 1 nap volt csak. Ez egy nagyon nagy előrelépés, úgyhogy köszönet mindazoknak, akik ezt a munkát végzik. Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések sorában 4 napi rendipontot tárgyaltak, ezek közül kiemelkedő a Közép-Nyugat-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT beszámolója, a társaság Tata Város 2015 évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan. Mielőtt valaki azt gondolná, hogy ez valami új társaság, akik ide keveredtek Tatára, szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a leánykori nevén ugye a Vértes Volánról van szó. Tata városának ezzel a céggel van együttműködési megállapodása a helyi közösségi közlekedési szolgáltatásra. Jegyzem meg, ez az együttműködés, illetve ez a szerződésünk az idei esztendő végén lejár, és egy új szerződés létrehozására lesz szükség, tehát a város ki fog írni erre egy közbeszerzést, és keressük az új szolgáltatót majd. De a mostani időszakra, tehát a tavalyi esztendőre is el kell számolnunk, minden esztendőben elszámolunk egymással. A szerződésben azt vállaltuk, hogy az önkormányzat azt a bevétel kiesést, vagy hiányt, vagy minuszt, amit a cég működése miatt keletkezik,
abból a helyzetből kifolyólag, hogy a menetjegyek még mindig nem fedik le teljességgel az igénybe vett szolgáltatásnak a valós, nem csak értékét, hanem amibe kerül, költségeit. Ezért az önkormányzat vállalta, hogy ebbe a mínuszba beszáll, és az összeg egy részének a pótlásával ezt megtéríti. Ez az összeg most 5,5 millió forint, amit az önkormányzat kifizet a Vértes Volánnak, illetve egy további 4,5 millió forinttal hozzájárulunk a cég fejlesztéséhez, tatai vonatkozású fejlesztéséhez. Erről hozott döntést ma a képviselőtestület. Három pályázatos napirendi pont volt, ezek közül az építők parkja, ezen kívül a pályázatok előkészítése, szükséges költségek biztosítása és a Tatai Csillagsziget bölcsödi fejlesztése volt, Porondom. Folytatódik a területi operatív programban való részvételünk, és egy új pályázatot nyújtunk be a következő napokban, amely pályázat arról szól, hogy Tatán az építők parkja megújításán dolgozva szeretnénk, ha ott egy teljesen új olyan pihenő és játszó terep alakulna ki a fiatalok és a felnőttek számára is, és a kisgyerekek számára is, amely tovább emeli annak a területnek a komfortfokozatát, kiegészítve egy végre a építőparki parkolónak a végleges kiépítésével, egy közösségi funkciókat ellátó egyéb feladatokkal, többek közt egy nyilvános WC megépítésével, kerékpártárolók létrehozásával és egyéb eszközöknek az elhelyezésével. Az a célunk, hogy a kerékpárút, ugye a Tatabányai kerékpárút folytatásában oda befutó vendégeink is jól érezzék magukat, de elsősorban ezt a területet a tataiaknak szeretnénk szépé tenni. A másik döntésünk pedig arra vonatkozott, hogy a pályázatok előkészítéséhez szüksége van a hivatalnak folyamatosan olyan pénzforrásra, amit aztán majd az elnyert pályázatokból vissza tudunk táplálni, tehát erre adott most lehetőséget a testület, hogy mintegy 100 millió forint értékben folyamatosan, tehát ez nem egy egyszeri elköltésre, és lehet, hogy nem is lesz szükség mindre, mert közben már az elnyert pályázatokból jön vissza ez a pénz, az előkészítésekre, tervezésekre költhessünk, így biztosította az, hogy minden pályázatunk határidőre jól elkészíthetővé váljon. A Csillagsziget bölcsödét is szeretnénk fejleszteni a jövőben. A bölcsödének jó esélye van arra, hogy pályázaton fejlesztésére pénzt tudjunk elnyerni. A célunk az, hogy egy 650 fős konyhát hozzunk létre a bölcsödében, amely majd kiszolgál több óvodánkat a városban. Így egy kicsit központosítva egy lényegesen hatékonyabb működést tudunk megtenni. Két gondozási egységet is felújítunk, az udvart szeretnénk még rendbe tenni, a bölcsöde udvarát, ami szintén eléggé leamortizálódott az elmúlt időszakban, és az a célunk, hogy összességében, teljességében a bölcsöde ezzel a megújulással még magasabb színvonalú munkát tudjon végezni. A képviselőtestület elfogadta a város sportkoncepcióját is, amely 2016 és 2019-es időszakot öleli fel. Tatán 3500 fölött van azoknak a sportolóknak a száma, akik közel 30 sportegyesületben sportolnak. Ennek a nagy része természetesen a két nagy iskolánknak a sportolói teszik ki, az durván 1000 gyermek. Viszont ők is egy nagyon komoly eredményeket elérő sportegyesületek, ezek a bizonyos DSE-k, tehát a diáksportegyesületek az iskolákban. Sajnos van olyan iskolánk, ahol nincs ilyen sportegyesület, például az Ötvös gimnáziumban. Én nagyon sajnálom, hogy nem hoztak létre ilyen egyesületet az ott dolgozó pedagógusok. Bízom benne, hogy előbb-utóbb ott is létrejön ez az egyesület, ugyanis ez azt tudja biztosítani, hogy nem egy úgynevezett civil, egyéb sportklubban sportolhat csak a fiatal, hanem ott magának, annak az iskolának önálló és hivatalosan elfogadott sportegyesületeként működik. Sportkoncepciónkban arról vállalkoztunk, hogy a következő 4 esztendőre egy olyan sort írjunk össze, egy olyan feladatlistát is megfogalmazzunk, és egy olyan célt tűzünk ki magunk elé,
hogy ez a Tatán minden gyerek sportoljon vagy művészetet tanuljon elvnek megfelelően, a hozzá szükséges eszközöket biztosítani tudjuk, illetve hogy az idősebb korosztálynak is, ugye mostanában szokták mondani ezt az egész életen át tartó tanulás szlogent, én azt gondolom az egész életen át tartó mozgás legalább ennyire fontos, hanem fontosabb, és ennek a feltételeit szeretnénk minél jobban megteremteni, illetve a személyi feltételeit pedig várjuk a civilektől és a civil egyesületektől, szervezetektől. Én szívből gratulálok a Tatai Sportegyesületeknek, és várjuk is ennek a sportkoncepciónak a megvalósításában az együttműködésüket. A központi orvosi ügyelet jövőbeni működésével kapcsolatos döntéseket is meghozták. A jövőben június 1-től céljaink szerint a kistérség által fenntartott egészségügyi alapellátó intézményünk a központi ügyeletként nem egyenként szerződik az orvosokkal, hanem egy céggel szerződtünk, és ez az egy cég fogja elvégezni ezt a munkát. A jövőben a tataiaknak, a kistérségben élőknek észrevétlen lesz ez a változás, mert ugyanúgy kimegy hozzájuk a házi orvosi ügyelet. A jövőben központi ügyeletnek hívjuk ezt a rendszert azért, mert a nullától akárhány évesig mindenkit el tud látni ez az ügyelet. Természetesen ugyanúgy a továbbiakban is a mentőállomásra fut be a hívás. A mentő szolgálattevője dönti el, hogy ide mentőautót kell küldeni, vagy a központi ügyeletet kell riasztania, és ő küldi ki a központi ügyelet orvosát, akik a jövőben nem biztos, hogy csak tatai orvosok lesznek, vagy a kistérségben élő orvosok, hanem messzebbről is akár jöhet ide orvos az ügyelet ellátására, mert a cég az egy egész országot lefedő nagy hálózattal rendelkezik, ami meg azért nagyon fontos nekünk, és azért jó, mert teljességgel biztosított, hogy mindig lesz ügyeleti orvos Tatán, és az a nehéz helyzet, ami ma már előáll a mi városunkban is, hogy sajnos nagyon idős orvosoknak is ott kell állni még a szolgálat terén, és végezniük kell a munkájukat, amiért nagy-nagy köszönet nekik, és tisztelet a munkájukért. A fiatalabb generációt ilyen módon tudjuk csak bevonni, hogy kicsit bővítjük ezt a kört, úgyhogy június 1-től a testület is döntött, illetve a kistérség minden egyes települése dönt erről az új módszerről, és ez szerint fogunk tovább menni. Egyes névtelen utak elnevezése előtt személyi kérdést érintő előterjesztést tárgyaltak, egész pontosan a Mennerben általapfokú művészeti iskola vezetői tisztségére beérkezett pályázat véleményezése történt meg. Menner Bernát művészeti alapiskolánknak a vezetői feladatainak ellátására írt ki pályázatot az Emberi Erőforrás Minisztere. Erre a pályázatra egy pályázat érkezett, Robozni Sönfegy Zsuzsanna adta be a pályázatát, aki most is tanít ebben az iskolában is, illetve a Kőkuti iskolában szolfés és zongoratanárként dolgozik, ének tanárként dolgozik. Az ő pályázatát támogatta a képviselőtestület a mai napon. Azt reméljük, hogy kinevezésével egy újabb, nagyszerű fejlődés előtt áll a Menner Bernát Zeneiskola, és az a munka, amit az ott dolgozó pedagógusok eddig is már végeztek és letettek az asztalra, annak egy további színvonal emelésével, további fejlesztésével a tatai művészeti élet megerősödhet. A képviselőtestület a beszámoló a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról, amit a két ülés között történt legfontosabb események megtárgyalásával ért véget. Átmenetileg parancsnokváltás lesz a tatai dandár élén. Az elmúlt héten csütörtökön ünnepélyes keretek között megtörtént a feladatok átadásának ceremóniája. Az első világháború eseményeire emlékeztek középiskolások számára szervezett vetélkedővel a Városi Könyvtárban. És idén is lesz, május 13-án, 14-én Tatán nagy sportág választó rendezvény, amelyre sajtótájékoztatón keresztül is felhívták a figyelmet a szervezők. Bőröndi Gábor dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szárazföldi haderőnem főnöke nyáron megkezdi tanulmányait az Egyesült Államokban.
Május 1-től Horváth Gábor dandártábornok eredeti beosztásából mentesítéssel látja majd el a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szárazföldi haderőinek főnöki beosztását. Horváth Gábor dandártábornok, 2 éve parancsnoka a tatai dandárnak. Én azt gondolom, hogy nagyon sikeres 2 évünk volt, annak ellenére, hogy a korábbi esztendőkhöz képest rendkívül intenzitású és nagyon sok szerteágazó új feladattal járó esztendők voltak ezek, hiszen ki kell emelnem, és ez mind a mai napig is a feladatunk, a határmenti biztosítási tevékenységben történő részvételünket, amely a migránsválság kapcsán a teljes Magyar Honvédség összes katonai alakulatára nehezedett. Mi továbbra is ellátjuk ezeket a feladatokat, és én úgy gondolom, hogy ezek rendkívül nagy intenzitást, nagy igénybevételt vártak el a személyi állományunktól. De emellett ki kell emelnem azt is, hogy az elmúlt 2 esztendőben egyre bonyolultabb, egyre komplexebb harcászati gyakorlatokat hajtottunk végre, és ezek a gyakorlatok is egyre nagyobb sikerrel, egyre bővülő önbizalommal tudták a dandár teljes személyi álmát felvértezni. Ezért merem azt állítani, hogy az elmúlt 2 év nagyon sikeres volt, nagyon fárasztó volt, nagyon sikeres volt. A jövőt illetően pedig a dandár előtt ezeknek a feladatoknak a végrehajtása kapcsán elért eredmények megszilárdítása vár, az, hogy nehogy véletlenül a továbbiakban ezek a feladatok szétaprózzák, adott esetben alacsonyabb szintű feladat végrehajtást eredményezzenek a jövőben. Én ehhez kívánok egyébként az egész dandárnak sok sikert. A város és a térség lakosai felé pedig annyit szeretnénk mondani, hogy nagyon örültem itt lenni parancsnoknak. Nagyon nagy szeretetet, tiszteletet tapasztaltam a lakosság részéről, a helyi vezetés és az egyszerű lakosok részéről is, és nagyon szépen köszönöm a katonáink nevében mindezt a támogatást, amit adtak, és nagyon szeretném, hogyha ezt a támogatást a továbbiakban is a dandár irányába fenntartanák. Horváth Gábor dandártábornokot a 25. Lapka-György lövész dandár élén Sipos Antal ezredes váltja majd. Egyenlőre 1,5 évre szól ez a megbizatás. Feladatom pedig az lesz, hogy a dandárt a megkezdett úton tovább vigyem. Amit a tábornok úr elkezdett, illetve az elődje Sándor tábornok, azokat a feladatokat tovább vigyem, és zökkenőmentesen tudjon haladni a dandár. Rengeteg gyakorlat van előttünk, és ugye az ország határvédelme az továbbra is ki kell, hogy vegye a dandár részét belőle. Saját stílusa is van egy parancsnoknak, amit össze kell egyeztetni a szervezettel. Én azt gondolom, hogy olyan szempontból, hogy 2007 óta a Tatán szolgálok, ilyen szempontból könnyű dolgom van. De mint a válaszbeszédemben is mondtam, a parancsnok dolga az azért mindig kihívásokkal tele. Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a parancsnoknak a magányosságát azt meg kell érnie. A Városkapu ZRT és a Móri Zsigmond könyvtár közös programsorozattal emlékezett az első világháború történéseinek 100. évfordulójára. A rendezvény sorozatot közös nyertes pályázatból valósították meg. A kiállítás és filmvetítés után egy rendhagyó vetélkedőre várták a középiskolásokat. Mindenképpen a formabontásra törekszünk a vetélkedők kapcsán, tehát nem az a hagyományos lexikális csak, hanem szeretnénk egy kicsit a fiatalokhoz közelebb hozni a tanulmányokat, meg a tudományokat, így most a történelmet is, és ezért az internetre alapozva tesztek lesznek benne, társasjátékok, különböző kreatív feladatok. A református gimnáziumból több csapat is jelentkezett a vetélkedőre. Az első világháború úgy gondoljuk, 4-en vagyunk egy csapatban, mindnyájan úgy gondoljuk, az első világháború egy nagyon érdekes témakör, és mindannyiunkat nagyon foglalkoztat. Itt elhangzott, hogy az első világháború kevésbé népszerű témakör manapság, mint a második, de mi ezt nem így gondoljuk, nagyon érdekel mindnyájunkat. Voltak megadott források, könyvek, olvasmányok, amiket egy weboldalon olvastunk el, és azokból készültünk fel a mai versenyre. A fiúknál általában ugye a háború témája az önmagában egy nagyon izgalmas dolog, és tulajdonképpen a politikai játszma szerintem itt néhányunkban megfogalmazódik, hogy milyen különleges helyzetek jöttek létre, milyen különleges állapotok jöttek létre az első világháborúban ezt követően és ezt megelőzően. Az első fordulóban inkább az olvasmányokra és a tárgyi tudásra mentek rá, de ahogy hallottuk a felvezetőben, itt azért szükség lesz az interaktív és egyéb dolgokra is. Május 2-án köszönjük megtisztelő figyelmüket, Önök a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látták, amely programmal 1 hét múlva jelentkezünk majd. Kellemes és tartalmas hetet kívánunk viszont!